törvénytelenség uralkodik a külvárosokban, és az erőszak csak napról napra nő. Szerepel abban a kiáltványban, amelyet 20 volt francia tábornok is aláírt. A drámai felhívás legijesztőbb kitétele, ha a kormány nem lép, akkor robbanás következhet be, és aktív társaink intervenciójára lehet számítani, hogy megvédjék a francia civilizációt és a nemzetet. Vajon mi állhat a háttérben, erről is kérdezi szakértő vendégét a következő percekben, Balázs. Köszönöm szépen, Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért azt mondhatjuk, talán nem túlzás, hogy Franciaországban példátlan azért az, hogy hivatásos katonák ilyen jellegű kinyilatkoztatást tegyenek. Általában távol szokták tartani magukat a politikai vitáktól. Túl ennek a dolognak, vagy ennek a nyílt levélnek a politikai vonzatai, nyilván erről is fogunk majd beszélgetni, de van alapja ennek a nyílt levélnek? Az nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos társadalmi problémák Franciaországban, amelyekkel érdemes foglalkozni. Ugye a levél nem csak a külvárosi feszültségeket és a különböző közösségek egymással szembeni feszültségeit említi, hanem például a sárga mellényesek mozgalmát is. És hogyha ezt a három említett problémát nézzük, akkor tulajdonképpen a francia társadalmi problémák igen jelentős tüneteivel találkozunk, amelyeknek persze megvannak a mélyben húzódó okai, de hát kár lenne tagadni, hogy vannak társadalmi feszültségek Franciaországban, és hogyha megnézzük a közvélemény kutatásokat, akkor a megkérdezettek, ugye rögtön a nyílt levél megjelenése után készültek közvéleménykutatások, és hát a megkérdezettek háromnegyed része értette azzal együtt, hogy vannak ilyen típusú társadalmi gondok Franciaországban, ami mindenképpen azt jelzi, hogy ez a dolog a politika napirendjén van, tehát hogy van egy választói fogadókészség is az ilyen típusú probléma felvetésre. Azért ez nyilván érinti a politikát is, az ön által említett közvéleménykutatás azt a következtetést engedi levonni több elemzőnek, akár Franciaországban is, hogy hát azért a választópolgárok vagy a franciák nem teljesen elégedettek Macron elnöknek, illetve az ő adminisztrációjának az eddigi belbiztonsági tevékenységével, bár ugye erről beszélgettünk önnel is, a közelmúltban bemutattak egy terrorellenes jogszabályt, és Macron elnök is igyekszik mindig mostanában kihangsúlyozni, hogy iszlamista támadások történnek, ugye legutóbb egy rendőrnőt öltek meg egy rendőrőrsön, szóval azért nem teljes az elégedettség a franciák körében. Ez igaz. Való igaz, hogy itt van egy kihívás, mondjuk úgy, a köztársasági elnök újraválasztási kampányával szemben, de azt is tegyük hozzá, hogy azok a problémák, amelyeket ez a kiáltvány említ, azok 30-40-50 évre nyúlnak vissza, tehát nagyon sokszor olyan jelenségeket kellene megváltoztatni, csak mondok egyet, például a jellemzően etnikailag szegregált külvárosi hát környezetet, ahol nagyon sokszor a köztársasági szolgáltatások és a köztársasági rend hát nem úgy érvényesül, mint más területeken, amelyekkel persze foglalkoztak, de érdemi megoldásokat nem találtak rá. Ugye nem véletlenül mondta Emmanuel Macron októberben az iszlamista szeparatizmusról szóló beszédében, hogy bizonyos területekről kivonult a köztársaság, és vissza kell oda vonulnia. Tehát igaz az aktuál politikai értékelés, hogy van egy bizonyos típusú elégedetlenség az elnöki teljesítménnyel szemben, és igaz az is, párhuzamosan és egyszerre igaz ez a két dolog, hogy 30-40-50 éves, régóta húzódó, hát ha nem is elhanyagolt, de nem megoldott problémákat kellene rendezni nagyon rövid idő alatt. Hát ezért 30-40-50 éves problémák mellett ugye a katonák által írt levélben kiemelik azt is, hogy azért az valóban képtelenségnek tűn még 10 éve, hogy mondjuk kimegy egy ember az utcára és lefejezik. Tehát azért ezek olyan szintű problémák, amelyek nyilván izgatják az embereket abból a szempontból, amikor az életükről van szó, akkor azért nem babra megy a játék. Igen, éppen önnel beszélgettünk talán a múlt héten arról, hogy hogyan változott meg a terrorizmus jellege Franciaországban. Tehát azért azt látni kell, hogy itt a 2015 utáni időszak az a biztonsági kérdések napirendre kerülése szempontjából speciális, és ugye ezen belül is megváltozott a terrorizmus jellege, ugye most már
Egy szakértő kolléga fogalmazott, sajnos nem fog tudni szó szerint hivatkozni, hogy ki volt az, de azt mondta, hogy lassan a késes terrorista az egy olyan veszély lesz, mint amikor az ember elmegy kocogni, és akkor tart attól, hogy esetleg megtámadják, kirabolják. Tehát, hogy tudják az emberek, hogy vannak a társadalomban veszélyes bűnöző elemek, és fölzárkózott a késes terrorista ehhez a történethez, és azért ez egy egészen más típusú biztonsági kockázat, hogyha 3-4-5-6 havonta látnak egy ilyen esetet, ez folyamatos hát, tudatot és feszültséget jelent, még akkor is, hogyha arról is beszámolnak természetesen a francia szolgálatok, hogy több tucat merénylettervet lepleznek le rendre az elmúlt években, de pontosan tudjuk, ez is egy közhely, de sajnos muszáj kimondani, hogy az ilyen típusú rendőrségi és titkosszolgálati akciók esetében a 99%-os hatékonyság az nem megfelelő, mert hogy az állampolgárok joggal várják a biztonságot, hogy adott esetben el tudjanak menni egy rendőrfőkapitányságra dolgozni, és ott ne érje őket semmi. Tehát ez egy olyan típusú versenyfutás, amit elég nehéz megnyerni, és hát nyilvánvaló, hogy a közhangulat, hát látjuk a számokból is, mondok még egyet egyébként, kettő franciából egy akár azt is mondta, hogy politikai utasítás nélkül is támogatná a hadsereg beavatkozását, ami egy nagyon jelentős feszültséget és aggodalmat tükröz vissza. Alapvetően így érdemes értelmezni ezeket a számokat. Igen, hát 84%-uk pedig azt mondja, hogy hát egyetért az, hogy fokozódik a francia földön tapasztalható erőszak. Na meglátjuk, hát jövőre ugye elnökválasztás is lesz Franciaországban, erről most nem tudtunk beszélni, pedig ez is egy érdekes téma, meg hogy mennyire lesz mondjuk a terrorfenyegetettség téma a kampányban, mert meglátjuk, legközelebb erről is beszélgetünk. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, szép napot kívánok! Köszönöm, kívánok.